Vérnyomás és vércukormérés, látásvizsgálat, néhány olyan rutin szűrés a házi orvosnál, amit ma már nem csak a 40 év felettieknek ajánlanak. A népbetegségek ugyanis, mint a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri betegségek már a fiatalabbakat is érinthetik. A családorvos az első szűrő, ahol időben kiderülhetnek a betegségek és elkezdhetnek egy korszerű terápiát, amivel együtt lehet élni, mondják a szakemberek. Itthon az orvosi praxisok technikailag és szakmailag is folyamatosan fejlődnek. Használják azokat a tudomány adta vívmányokat, ehhez rendszereket, ugye, amelyeket kifejlesztettek. Tehát nem szabad elfelejteni, hogy ez egy jó dolog, hogy emelkedik a várható élettartam, de ezeket az eszközöket, lehetőségeket használni kell tudni. Tehát egy egyszerű vérnyomás monitorozás, ami a betegnek az otthonában történik, azt a háziorvos be tudja állítani, vagy a vércukor. Tehát ugye mindezek csökkentik azokat a rizikókat, ami később fog jelentkezni. Ez pedig már a kórház 24 órás szívkatéteres laborja, ahol diagnosztizálják a szív megbetegedéseit és fellelhetik az erek elzáródásait, és mielőbb be is avatkozhatnak a szív- és érrendszeri problémák esetén. A korszerű kezeléssel csökkentették a szívinfarktusos halálozások számát, és ezzel növelhető a beteg várható élettartama is. Ma Magyarországon a várható élettartam egy férfi esetében 72 év, míg a nőknél 79 év. A KSH adatai szerint növekedik az élethoz, de még így is 5-6 évvel elmarad az európai átlagtól. Az emelkedés az orvostudomány fejlődésével nagyon szorosan összefügg, főleg a szív- és érrendszeri betegségek gyógyításában nagyon sokat fejlődött az orvostudomány. Nyilván szerepe van az életmódnak, az életvitel változásának, az itt tapasztalható fejlődésnek, hiszen fejlődnek ezek a kultúránk is. Nem véletlenül például a mediterrán országokban lényegesen magasabb az átlag életkor, és nem feltétlenül csak a gazdasági fejlettséggel van ez összefüggésben. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei lakosság élettartama 1-2 évvel elmarad az országos átlagtól, a megyében ezért is fontos a szűrőprogramokon való részvétel. A nők mellett a férfiak figyelmét is felhívják arra, hogy vegyenek részt a szűrőprogramokon, hiszen a daganatos megbetegedések száma növekszik itthon. A betegség korai felismerése életeket menthet. A gyógyulási esély természetesen jelentősen nő. Minél hamarabb felfedezzük a daganatot, annál nagyobb az esélye annak, hogy gyakorlatilag túlélés van, és akár teljes gyógyulás. Tehát ettől most nem megijedni kell, amikor kiszűrnek valamit, hanem azt, hogy ha helyben in situ megtalálnak egy daganatot, az kezelhető, ha más nem operálható. Ha már áttéte van egy daganatnak, az eljutott a nyirokcsomóig, esetleg más szövetekig, sejtekig, akkor már itt nagy bajok lehetnek, ott már nem biztos, hogy a kemoterápia mellett is a túlélés az sok évvel meghosszabbítható. 2017-től indul a vastagbéldaganatok szűrőprogramja, amely a házi orvosok és a szakorvosok kompetenciája lesz. A statisztikák egyébként azt is mutatják, hogy a gazdaságilag fejlettebb régiókban magasabb az élettartam, ám fontos látni, hogy az egészségtudatosság és az életmód is befolyásolja, ki hány évet élhet meg.